Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Nagy öröm a számomra, hogy ismét együtt lehetünk Isten igéje mellett, és hogy az ő teste és vére áldozatában is részesülhetünk. Üdvözlök minden kedves testvérünket, barátunkat, ismerősünket, és mindazokat, akik szeretik Isten igéjét. A Sámuel első könyvében található a Nábál története. A Sámuel első könyve 25. rész, és most a 13. résszel, 13. versen folytatjuk. Tehát Sámuel első könyve 25. rész, 13. verstől. És mondta Dávid az embereinek, kösse fel mindenki kardját, és felköti mindenki a kardját, Dávid is felköti az ő kardját, és felment Dávid után, mint egy 400 ember, 200 pedig ott maradt a poggyásznál. Hát miről is van szó, valamilyen ütközetre, csatára, vagy mire készül Dávid 400 emberrel? Vagy egy parasztgazda ellen vonulnak fel, vagy mi is. Ugyanis a Dávid a körülbelül ugye 600 embere volt, akikkel együtt éltek, együtt harcoltak, küzdöttek, és az élelmiszerük, az ellátásuk elfogyott, és nem volt mit enni, mit inni, gondjaik voltak, ott a Kármel hegyénél tartózkodtak, és ott lakott a Kármel hegyén ez a Nábál nevű ember, aki gazdag volt, és egy birkanyírás alkalmával, amikor hát az ugye abban az időben egy ünnepség is volt, nagy lakomát rendeztek, evés, ivás, borozgatás, minden, és ekkor Dávid oda küldött 10 fiatal szolgáját, hogy mondják el Nábálnak, hogy szükségben vannak, és segítsen rajtuk. Egyébként Dávid és az emberei sokat segítettek a Nábál pásztorainak megvédeni a juhállományt a vadaktól, a medvétől, az oroszlántól és egyéb vadaktól, és úgy gondolta Dávid, hogy biztosan Nábál szívesen ad nekik ennivalót, amikor is hát ők éheznek, és most pedig ott egy nagy lakoma van, amiből juthat ennivaló. De hát bizony Nábál elűzte a Dávid követeit, és azt mondta, hogy ő ilyen, ki tudja, micsoda társaság ez, nem ad nekik falatot sem. És akkor a Dávid úgy döntött, hogy keményen föllép ebből az emberrel szemben, Nábálról szemben is, 13. versben, tehát ez az indulás van leírva, hogy összeszedi az embereit, és elhatározta Dávid, hogy a Nábálon bosszút fog állni. És hát ez erre készültek tulajdonképpen. Igen, ez a innentől a 13. verstől nagyon komoly üzenete van az igének, ha figyelmesen olvassuk. Itt láthatjuk azt, hogy Dávid teljes indulattal elégtételt akart venni a saját igazságát követve, és Dávid nagyon sokszor elesett ebben, hogy a gyilkos indulat elfogta őt. Az Úr itt tisztítja meg Dávidot,
ebben a történetben, ahogy fogjuk olvasni és látjuk, ettől a gyilkos indulattól, mert a felesleges testvérharc az nincs az Úr dicsőségére. Hát akkor hogy jön fel az igazság? Ezt mondja Isten ígéje, hogy az Úr hadakozik ti érettetek, ti pedig veszteg legyetek. A saját kezű elégtételtől így tisztít meg az Úr. Nem olyan régen beszéltem egy kedves testvérrel, aki azt mondta, hogy az én testvérem az mindig valamiért veszekedett, kötekedett, hogy 17 évvel ezelőtt elhatároztam, hogy nem fogok vele szóba állni, és olyan nagy távolság lett köztünk, hogy egyikünk se tudta, hogy mi van a másikkal. És aztán már csak a testvérének a halál hírét kapta, és csak a temetésre tudott elmenni. És azt mondta nekem, nagyon szomorúan, nagyon bánom ezt a 17 évet. Milyen jó lett volna együtt lenni, még akkor is, ha nehéz lett volna őt elhordozni. Nagyon komolyan végig kell gondolnunk, hogy a felesleges testvért harc nem az Úrtól van. Az Úr a megbékélés és a szeretet lelkét akarja adni, és csodálatos módon látjuk aztán itt ebben az ígében, ha továbbiakat olvassuk, a 14. verset. Abigail pedig, a Nábál felesége értesíti a szolgák közül egy ifjú, mondván, imé Dávid követeket küldött a pusztából, hogy köszöntsék a mi urunkat, de ő elűzi őket. Azok az emberek pedig igen jók voltak mi hozzánk, és nem volt bántódásunk, és semmi nem hibázott. Az alatt az egész idő alatt, míg velünk jártunk, mikor a mezőn voltunk, olyanok voltak ránk nézve, mint a kőfal. Mind éjjel, mind nappal, az alatt az egész idő alatt, míg velük valánk, mikor a juhokat őriztük. Tehát itt az történik, hogy amikor Nábál elűzi a Dávid szolgáit, akkor szóltak Nábál feleségének, hogy mi történt, és elmondták neki, hogy mennyire jogtalan volt ez a dolog, amikor segítettek éjszaka is, ugye éjszaka is van legeltetés, segítettek az éjszakában is, és van itt egy szó, ami nekem nagyon tetszett, az van, itt fel is olvastam, hogy éjjel-nappal velünk voltak, míg velünk voltak, és kőfalként vették körül őket. Tulajdonképpen ez vigyázni egymásra a közösségért való felelősség abban nyilvánul meg, úgy, hogy vigyázzunk a tagjaira, és hogy a Nábál juhaira a Dávid és emberei vigyáztak, mert a pásztorok nem tudtak volna megbírkozni az ellenséggel. Igen, itt azt látjuk, hogy Abigailnak jó szolgái voltak, akik szerették őt, és amikor bajban volt, segítették. Olyanok voltak ezek a szolgák, lehet, hogy rabszolga volt, akiket úgy szeretett a jógazda, ha jógazda volt, mint a családtagokat, és megvolt ez a testvéri bizalmas kapcsolat, és a szolga azt mondta, hogy nagy baj lesz ebből, és ez a szolga valóságos képet adott Abigailnak a történtekről, és ugye
ilyenkor föltesszük magunknak a kérdést, hogy vajon én milyen barát vagyok, milyen szolgája vagyok az Úrnak, milyen testvére vagyok a lelki testvéremnek, hogy valóságos képet adok a helyzetről, vagy pedig engedem, hogy a rossz, a gonosz, a hamis felülkerekedjen. Ez a szolga pontosan tájékoztatta Abigailt, és ami engem meglepett, az, hogy meg is mondta, hogy mi a megoldás, majd olvassuk, és itt a hálátlanságot említi a szolga, hogy milyen jók voltak hozzá, hogy nem volt bántásuk, nem hibázott semmi az egész idő alatt, hogy milyen segítségére voltak a pásztoroknak és a juhoknak az ellenség ellen, nem csupán egyszer segítettek, hanem az egész idő alatt. Ez itt azért nagyon komolyan elgondolkoztat, hogy vajon én egyszer segítek, vagy pedig az egész idő alatt, amit rendelkezésemre bocsájt az Úr. Dávidék ott voltak a pusztába, szükség volt a segítségre, és minden ellenszolgáltatás nélkül segítettek. Ők jók voltak, és ezt kihangsúlyozza Abigailnak. Vajon akik jók voltak hozzád, te azokhoz jó vagy? Vagy pedig ellenségnek tekinted őket, mint ahogy Nábál tette, pedig az ő vagyonát védték, az ő szolgáit védték, az ő nyáját védték. Nagyon sokszor szembefordulunk azokkal, akik egész életükbe szeretettel körülvettek és védtek. Ilyen a család, ilyen a lelkipásztor, ilyen a gyülekezet, a barátok, a testvérek. Meg kell vizsgálnunk, hogy bennünk milyen lelkület van. És akkor a szolga tanácsa után Abigail elhatározta, hogy elfogadja ezt a tanácsot, és előkészült az útra, elhatározta, hogy visz ennivalót a szükségben lévő Dávidnak és az embereinek, és akkor itt az ige felsorolja azt, hogy mi mindent vett: 200 kenyeret, 2 tömlő bort, 5 juhot, 5 mérték pergelbúzát, 100 kötés aszószőlőt, 200 kötés száraz fügét, és a szamarakra rakta. Tehát eléggé felszerelte magát. És ha itt még egy szót lehet erről a szolgáról mondani, hogy ez egy nagyon lelki ember lehetett, mert azt mondta Abigailnak, eljött az idő a cselekvésre. A veszedelem elől akkor lehet megmenekülni, ha Jézus elé sietünk, és magunkkal együtt a keresztje elé borulunk. Ne halogasd, az életed veszedelemben van. Egyikük se tudja, hogy melyik pillanatban szólít az Úr bennünket. És ami még itt nagyon csodálatos, hogy a szolga tudta, hogy kinek szóljon, hogy Abigail az, aki ebben a veszedelmes időben megmentheti őket, magát is, a családját is, a szolgáit is, mindenkit, aki a háza népéhez tartozott. Még itt a 25. rész 21. versében visszatérek arra, hogy hogyan találkozott Dávid Abigaillal. Na most ugye itt jön a morgás. Dávid pedig ezt mondta: bizony, hiába őriztem ennek mindenét, amilyen van a pusztában, hogy semmi híja nem lett mindannak, ami az övé, mert ő a jó helyet rosszal fizetett nékem. És ő tehát heves indulatokkal fogadta tulajdonképpen egy ilyen helyzet
viszonyulás fájt Dávidnak. Ő elég sok sebet kapott az apósától, emberektől, és mindig az emberek javán munkálkodott, és hogy a keserűség most kiömlött a lelkéből, hogy ő áldozatot hozott értük, és most, amikor ő szükségben van, és ott vannak a bőségben, hogy egy darab kenyeret nem akar adni. És hogy ez különös, hogy talán az Ószövetségre bizonyos értelemben jellemző volt ez a szemet, szemért, kéket, kékért. De az Ószövetségben is ott volt az evangélium. Már József esetében látjuk, hogy őnek is nagyon sok fájdalmat okoztak a testvérei, és hogy ő nem akart rosszal fizetni, megtorolni, bosszút állni, visszamenni és a kútba dobni a testvéreit, vagy megölni, hanem valami evangéliumi szellemiség jellemezte. Tehát ez gyönyörű példája volt a József története, annak, hogy az ember ne álljon bosszút magáért, és hogy bízza az Úrra ezt a dolgot. És Dávid hát egy ilyen puffogással, haraggal, morgással, dühvel, fenyegetőzéssel akart itt valamit tenni, és ekkor egy másik szót fog meghallani. Én még itt a 22. versen, a nagy találkozás, ugye után azért ez nagyon elgondolkoztatott, hogy Dávidot valószínű Nábál gonoszsága befolyásolta. Ő is hasonlóan kezdett érezni, gyilkos indulatokat gerjesztett benne a Nábál gonoszsága. És ez nagyon sokszor így van, hogy mások gonoszsága vajon mit vált ki belőlünk. Jézus azt mondta, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek, akik őt verték, és leköpték, és tövis koronát tettek a fejére. Jézus tudott imádkozni azokért, akikben más lelkület volt. Hova lett Dávid jósága? Hiszen erről olvasunk itt az igében, hogy védelmező volt. Dávidnak szüksége volt egy olyan barátra, aki lehűtötte őt. Nem voltak a hadakozó férfiak között egyetlen egy olyan barátja, aki azt mondta volna, hogy ezt ne tedd, a békességre törekedj. Vajon mi mire törekszünk? Dávidnak nem volt elég önismerete. Bécsabi esetében sem volt, a Hitteus Úriás esetében sem volt. Akkor valaki meg tudta volna akadályozni jó szóval, testvéri szóval. Saul esetében már egészen másképpen járt el, hiszen a barlangban nem ölte meg. És ami így csodálatos, hogy az Úr Abigélen keresztül világosítja meg Dávidot, és ami csodálatos, hogy rajta keresztül végzi el, hogy békességre jut. Hogy... Igen, ilyen szavakat mondott, hogy Abigail látja, hogy ismerte Isten tervét Dávidnak, hogy te, aki templomot akarsz építeni, és hogy nagy dolgokra hívott el az Úr, hogy te most egy ilyen dologért, ilyen pitián dolog, mi a gyilkos akarsz lenni, magad, hogy ez legyen a neved, hogy Dávid a gyilkos. Igen, és hogyha megfigyeljük a 23. verstől kezdve, hogy Abigail hogyan viselkedett ebbe a helyzetbe, hiszen ő ugyanabban a helyzetben volt, hogy valaki az életét akarja bosszúból elvenni. Hát egyrészt, hogy sietve megalázkodott, leszállt a szamáról, a magas lóról idézőjelben,
És csak azok tudnak eszközök lenni, akik leszállnak a magas lóról, akik leborulnak, akik sietve az Úr elé állnak. Abigail a maga és háza népe életébe, a háza népe életbe maradásáért küzdött, és ehhez nagyon nagy alázatra volt szüksége. Nem lehetett csípőből Dávidra tüzelni, és mondani nagy szájjal a maga igazságát, hogy te megint rossz útra tévedsz, mit akart, hanem nagyon nagy alázattal, és saját magát okolja a mulasztásáért a 24. versben, és a meghallgatásért könyörög. Miért érzed azt, hogy Isten nem hallgat meg téged? Mert nem érzed magad kegyelemre szorult bűnösnek. Mindig másoknak sopánkodsz, és nem annak mondod el, aki mindig meghallgat, akire tartozik az életed kudarca. Ha az Úrhoz megyünk, akkor átéljük, hogy az Úr meghallgat, és meg is cselekszi mindazt, amire nekünk szükségünk van, megment az ő vére is áldozata által. Azért jó, ha föltesszük a kérdést magunknak, mi kivel beszéljük meg a problémákat? Egy harmadik személlyel, mindenkivel, vagy avval, akire tartozik? Mert Abigail ezért ment Dávidhoz, mert ez a dolgot vele kellett elrendezni. És ami még itt nagyon sokat jelent a számomra, hogy ez nyilvánvaló, hogy Abigailnak élő istene volt, akinek a szeretetét ismerte, hogy jóval fizet az őt szeretőnek, és Abigail lelki ember volt. Sokat szenvedhetett Nábáltól, de ő se a saját kezével akart elégtételt venni a sérelmeiért, azért a rengeteg bántásért, amit a férjétől kapott. És nyilván ezért tudta tanácsolni Dávidot, alázattal, szeretettel. És itt egy nőnek a tanácsa akadályozza meg, hogy gyilkosságba ne essen, és ne a saját kezével szerezzen elégtételt. A rossz tanács az megront. És egy dolog még itt nagyon komolyan eszembe jutott, hogy a nő kontroll a családba. Nem engedi, hogy a gonosz megtörténjen. Testvérem, te kontroll vagy a családba, és úgy tudod a kontrollt végezni, hogy megakadályozd a rosszat, és hogy áldás származzon. Rengeteg ajándékot vitt Dávidnak Abigail. A lelki ember ajándék az pont az, amire szükség van, nem a fegyver, hanem a kenyér. Azzal végződik ugye ez a történet, hogy Dávid nem állt bosszút, és hogy meg is van írva ez a Bibliában, hogy magadért ne állj bosszút, hanem hagyjad az Úrra, az ítélő Istenre, és hogy megtörtént az ítélet, végbe ment az Úr ítélete ennek a nehéz embernek az életében, Nábát életében, és hogy nagyon-nagyon sokat ivott, tönkretette magát az ivással, és hogy a nagy ünnepség után hamarosan meghalt. Így tönkretette magát, és hogy végül is az Úr félretette őt teljesen az útból. Igen, ebből kapcsolatban ez jutott eszembe, hogy vajon a ma embere is így vigad, hogy lerészegedik, hogy semmire nem gondol, és úgy gondolja, hogy,
hogy eszem iszom, holnap úgyis meghalok, és hogy semmire sincs gondom. Nábálnak volt 10 napja a megtéréséig, a haláláig, de őt nem érdekelte. És az Úr mindig ad időt arra, hogy megváltozzon az életünk. Én gondolom, hogy Abigail sokszor adott lelki tanácsot Nábálnak, csak hogy ő neki egyik fülén bement, a másikon ki. Kőszívű volt, és a szíve sose engedte meg, hogy az Isten igéje, Isten szeretete abba bejusson. Az Úr az ajta előtt áll és zörget. Ha valaki meghallja a szavát, és megnyitja az ajtót, abban az annak az életében a Krisztus áldása lesz jelen. Hát sajnos Nábál életében az ítélet lett jelen. A történet végső mozzanata az, hogy, hogy Dávid, aki találkozott Abigaillal, nagyon megdöbbent ezen az asszonyon. Már sok nővel találkozott ő, de hogy ilyen bölcs, ennyire Isten irányítás alatt lévő nővel nem minden nap szokott találkozni, és hogy annyira a szívébe zárta, hogy úgy érezte, hogy neki erre a társra, egy ilyen társra van szüksége. És hogy meg is üzente neki, hogy lennél a feleségem? Na és mit válaszolt Abigail? Sietve felkelt, és felült a szamára, és vitte a szolgáló leányait, a szolgáit gondolom, aki körülötte voltak, és elment Dávidhoz, Dávid követei után, és az ő feleség előn. Ugye ez van az időben? Igen, igen. Hát szép történet ez. Szüksége volt erre a lelki bölcsasszonyra. Igen.